Nézzük, mi történt még az elmúlt héten. Egy új és nagyon hasznos foglalkozást indított el a Dombovári Helytörténeti Múzeum. Egy gyerekeket megmozgató elfoglaltságot, amely a Mesekutya a múzeum nevet viseli. A mese gazdája Renner Kriszta gyógypedagógus, pszichopedagógus és terápiás kutyafelvezető, valamint az Aura Segítő Kutya Alapítvány tagjai, akik szívesen tartanak óvodásoknak, iskolásoknak ismeretterjesztő, felelős állattartással kapcsolatos játékos foglalkozásokat. Október 9-én tartották meg az első ilyen ovisoknak és ulisoknak szóló programot. Első lépésben Müller Ádám, a múzeum vezetője énekelt és gitározott az ovisoknak. Ezt követően megtekinthették a háromdimenziós szemüvegen keresztül Végvári Tamás Középkori Magyar Várak című fotóiból összeállított kiállítást. Rennel Kriszta egy a programhoz élő fabulát osztott meg a gyerekekkel, mégpedig az egyszer volt Budán kutyavásárt, melyet érdeklődve hallgattak a lurkók. Müller Ádám a mese témájánál maradva a régi vásárokról beszélt a gyerekeknek, hogy mit is lehetett annak idején a vásárokban kapni. De hogy még jobban értsék a dolgot, a kincses szobában mutatott nekik régen használt eszközöket, melyekhez akkor még a vásárokban lehetett hozzájutni. Aztán egy még érdekesebb feladat következett, mégpedig az, hogy a kutyán lévő zsebből ki kellett húzni egy-egy kártyát, és elmondani, hogy milyen kutyát látnak rajta. És az izgalmas foglalkozás utolsó mozzanataként egy közös játék következett a mesekutyával. A Városgyarapító munkacsoport október 9-én tartotta meg ülését a Városházán. Mivel az önkormányzatnak a legfőbb célja az, hogy a 2014-2020-as Európai Uniós programozási időszakban minél több pályázatot sikerüljön megnyernie a városnak, így a város fejlesztését segítendő hozta létre a Dombulent Kft-t. Az elkövetkezendő 7 évben meghatározó szerepet tölt majd be a pályázatok előkészítése és lebonyolítása kapcsán. A Városgyarapító munkacsoport az önkormányzat és a cég munkájának segítése céljából jött létre. A munkacsoport feladata elsősorban a közösségi tervezés serkentése, a várost érintő projektekben való részvétel, ugyanakkor a város működésével kapcsolatos alaptervek és koncepciók ellenőrzése, valamint értékelése. A képviselőtestület még az augusztus 27-i rendkívüli ülésén döntött a Városgyarapító munkacsoport létrehozásáról, amelyen a képviselőtestület Szabó Lórend polgármestert választotta meg a munkacsoport vezetőjének. A munkacsoportnak évente legalább 2 alkalommal ülést kell tartania. Az október 9-i ülésen a polgármester elmondta a munkacsoport létrehozásának a célját, és azt, hogyan képzeli el az előttük álló 7 év közös együttműködését. Felavatták Erki Nagy Tibor birtokában lévő, gunonast ábrázoló fotókból összeállított és a Meterec Kft. Által kivitelezett táblát október 9-én. A tábla bemutatja 1969-től 1982-ig gunonas fürdő fejlődését. Az avató ünnepségen Szabó Lórend polgármester köszöntötte a megjelenteket. A tábla felavatása mellett egy együttműködési megállapodást is aláírt Dombóvár város önkormányzata és a Gunaras ZRT. Az együttműködés keretében az önkormányzat vállalja, hogy a gunarasi építményadót fizetők részére igazolást állít ki arról, hogy adóalanyként a nyilvántartásban szerepel, és a fenti adódemben adóját befizette, valamint hogy a rendelkezésre álló eszközökkel a kedvezményes belépési jegy lehetőségét népszerűsíti. A Gunaras ZRT a kedvezményes belépést igénylő lapot a kibocsátás sorrendjében sorszámozza, regisztrálja, a regisztrárokról adatbázist vezet, melyet igény esetén az önkormányzat részére átad.